néki kedves, többi semmi gondja nem lesz, míg a léli életét, míg a léli életét, vigar, 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 vigar én életét. Ő cselekel például élni, azt mi hossz volt elcserélni. Kétszer annyit ér a férfi, hogyha házasságra lép. Kétszer annyit ér a férfi, hogyha házasságra lép. Már magamat apukának is látom. Érzem, hogy szaporodni fog a családom. Jöjjetek, gyermekek, szedjetek szíjjel. Kérjetek ezt meg azt, nappal és éjjel. Apa, apa, barátskod adj nekem, papa, papa. Adj nekem gyógyszer, úgy köztük, mint házára, jóságos atya, újjá születve ott állok én, újjá születve ott állok én. Tudja meg rá, hogy senki volt, nem is lesz a földkerek én. Elvesz a városra meg gyerekekkel, egy van a népesi nemben, egyik az így jön haza, papa, adjon egy pistolát, másik a pálya hasa, papa, adjon egy pilulát, óvá, óvá. Kérek egy piskótát, mert ezt a várost növeg gyerekekkel egy magam népesít ember ír. Mert ezt a várost növeg gyerekekkel egy magam népesít ember ír. Apa leszek, apa leszek, apa leszek, apa leszek. Lápod a gyermek egy földig meg. Apa leszek, apa leszek, apa leszek, apa leszek. Lápod a gyermek egy földig meg. Hogyha táncolni van kedvük, oda benn szól a zenekar. Hát menjünk, éljen a főnök úr, éljen a úrnő! A táncos, az új házasok éljen, a lakodalok éljen! Jaj nekem, ó élés kamrám, ó boros pincém! Már olyan ez az asztal, mint egy csatatér. Nem, uram, kedves, hadd szóljak két szót önnel, még a sok vendég, még a dozekodnál. Tessék, csak mondja. Ő talán nem tudja azt, mennyire fáj az érzékeny anya szív, amikor válik egyetlen gyermekétől, s rá kell, hogy hagyja egy idegen gondjára. De kérem, nem vagyok idegen, én Nápolyban születtem, mégpedig 1787-ben mindenki ismer. Anni Várepki Sztakjó, a tisztes patikárius, a mallabdacsuknak gyártója, mely gyógyít epeömlést és asztmát és váltólázat. A mi családunk szintén első rangú. Jó férjem ezredes volt, de elhunyt Antwerpen ostrománál. Isten nyugasztalja. De mindegy, azt az egyet, ha kérem öntől, legyen neki jóságos férje. Rászolgálhatja, és látja, milyen anyja lélek. Víz úgy van, víz úgy van. Talán épp ezért van, hogy ilyen szörnyen bánt a dolog, de reggel utaznom kell. A lakodalmi ágyból a dilizsanszba lépek. Nem tudja kissé halogatni dolgát, csak néhány napig, csak addig, amíg véget ér a farsa. Nem, nem, roppant sürgős az ügy. Holnap utánra személyesen ott kell Rómában lennem. Megboldogult néném, mint értesültem róla, rám hagyott egy kis összeget, és a végrendelkezését akkor fogják kinyitni. Így tehát, amíg ott jár Szerafinának, én leszek társasága. De most menjünk mi is be! Igyon egy korcsot, habár úgy látszik, nincs mit, de itt egy csepp a boros kancsó alján. Ez íz lett, milyen jó itt, de tudja, a teljes végossághoz valaki hiányzik még innen.
És ki? Enrico, persze. Ahogy mondja! Tudom, mégis megmondom, engedelmet kérek. Azaz úr nékem nem kell, beképzelt fráter, és amiért végigutazta Itáliát, már úgy tesz, mintha mindent jobban tudna, és mindenki pellengérre állít. Aztán megmondják, hogy az én asszonykámnak tette a szépet. Mohaja, milyen vidám az est, Enrico nélkül a népek jól szórakoznak. Ez az őrült! Mi van? Szembe kötőstit játszunk éppen, mikor nyílik az ajtó, és berondérrel durral, egy szörnyű mérges nagy szakállú káplár, izony úr nagyot ordít, takarodjanak haza, 1, 2, 3! Senki nem mer szólni, iszkolnak rögtön, s mire felkapott mind kabátot, csapkát, Ergyőt meg botot. Mit látunk, kérem? A kápláron már nincs se kard, se szakál, se uniform is, mert ki volt ki? Nevessen! De előbb! Ne vessen előbb, addig nem mondom. Nos, ki volt, Enrico? Hogy törnék ki annyi a vajat? Hisz mondtam, nagy tréta, mester. Hadd folytatom. Elkezdték a táncot, de ő a földre ledobott észrevétlen sok-sok pokkanó betárdát. Volt ilyettség, meg kacagás. Hogy durran, hippakuf! Egy párat összeszedtem, no nézze! Most már egy lépés, nem megyek szoknyája mellől. Galoppoznak, de szép zene, a szívem ütemre ver. Vőmuram, járjon velem egy galoppot. Bocsánat, táncolni nem tudok. Egy szót se, galoppoznunk rögtön. Kérem, bocsánat. La 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 la. Élek hozzád, mint megbántott szerelmes. Halljam rögtön, miért mentél férhez engedelmem nélkül? Még számon kérek tőlem, azért, mert benned szívemből csalódtam. Mert rossz vagy, alakadatlan, elhagytál engem. Csak te vagy álhatatlan, csak te, csak te, csak te. Hello.
Esaias, az újság, Esaias, az újság. Tudtam én azt most nálatok a papot, volt még két nőd. De nem, nem, nem. Volt még két nőd. De nem. Tudtam én azt. Luigia, Rosa, Giuditta, nem. Mi három nem számolhat meg. Ütlen asszony, te csalfa, te állok, mind azért, hogy téged elfeledjelek. Te állok. Mindig, mindig csak téged szeret. Lángolt szerelmem akár az ég volt, az mit éreztem tiszta és szép volt, így már szeretni nem is szabad. Most is úgy van bevallom, mint régen, nélküled a szívem megszakad. Most is úgy van bevallom, mint régen, nélküled a szívem megszakad. Most is úgy van, bevallom, mint régen, nélküled a szívem megszakad. Akkor én is csak téged szerettelek, s tőled viszonzást hiába vártam. Jöttem fertőben tisztában láttam, inton a fénytől fölzárt a hőt. Tudtam nálad nem őszinte érzés, jobb, ha elmúlik minél hőbb. Tudtam nálad nem őszinte érzés, jobb, ha elmúlik minél. Kegyetlen, hallgass rám! Mihez menned? S engem elhagysz! Mindenütt! Nem szeretsz már! Már nem érem! Úgy! Hát, ha elveszett a játszma, tudtok másképp is beszélni. Vén urat, majd még megbánjam, miért ne tép számodra félni? Azt se tudja majd az árva, kisfiú-e vagy kislányka, elfelejti tudományát, tönkre teszi patikáját. Azt kialkatót fog kérni, annak hashajtót fog mérni. Néked is kegyetlen húgot, bájos kis műletbe súgom, hogy ha házasságban nem kapsz kézet, csak keserű só. Ó, kegyetlen! Ó, kegyetlen! Ó, mindig, mindig csak téged szeretlek. Lángolt szerelmem akár az ég volt, az mit éreztem tiszta. De most megkapod, amit érdemelsz, így már szeretni nem is szabad. Nem lesz a keserű sót.
firje, most rajta. Nem menekülsz el úgy sem, jól tudod te hűtlen. Oh, állj meg kegyetlen! Tolvaj, rendőr, vizet, tüzet, gyorsan, segítség! Hely, mit kiabál, kérem? A csábítót megfogtam, vagyis, no tessék, álljon fel az onnyomban, s takarodjon e hölgytől. Talán úgy tűnt, térdelek éppen, nem, ön téved, nem térdelek. Nem térdel, látja? Most már azt én is látom. De uram, félreértett. Próbáltunk egy kis rögtönzést itt ketten, melyet, hogyha úgy tetszik, előadnánk a tisztelt társaságnak. Kitűnő ötlet, halljuk csak, halljuk. Egy kicsvenét, késő is van már, és én még. Csak halljuk! Most mi legyen? No, most mi lesz? Csak bátran. Íme, egy zord tragédia, verses, klasszik, romantikus. Van benne három fő szereplő, és én fogom játszani a... szépséges úrnőnk, ő játsza majd a... és ön pedig a... ez ám a szere... Csendet! És a címe lesz... Zasse, Zanze és Zonzo. Most elmondom a témát. Fül vagyok. Én vagyok Zasse, imádom Zanzét, és arra vágyom, hogy elkergessem Zonzót. Ez lesz majd ön. Függöny fel. Egye perfának alján, vad fájdalomban sejved, s zakon szegény kis zanze, hogy nem lel tiszta szerelmet. Ekkor jön Zasse, s néki felfedi azt, mi keblét Maria, majd a nők kezet csókol. Eközben Zonzo ott a lesben, de Zasse újabb csókol illeti Zanzét, sőt búcsúképp még átülelik egymást. Előugrik Zonzo, igen, mérges a képe, s így kiáll, Zanze, reszkes, te gaz! Ám Zasse így felel, Ziffe, Zonzo hívja Zaffi, aki fogja a kését, és Zasszét Zanze szeme láttára levágja, mi szörnyűséges helyzet! Ájulton hull le Zanze, Zasse hűlt tetemére, s így sóhajt Zonzo, jaj, Zanze! Jaj, Zanze! Jaj, Zanze! Jaj! Nem hallja, itt van az éjfél. Azt hiszem, most már kihitérjen az ágyba. Ó, anyám! Jó, anyósom, itt ez a szoba, az öné lesz. Hát az enyém! Ott jön az országúton! Most menjünk, Szerfina! Egy perc még, barátim, várjunk, egy búcsú ének köszöntse a férjet. Spiridione, még tölts a poharakba, tudok egy új italt, Milánóból hoztam, ott nagy divat. A versszakoknak végét majd énekeljék vélem. Spiridione, no tölts rám! Igenis, hát halljuk! Gondolván ott a gondol, végdalunknak boldog hangja, járjon minden házatát, mert a borban él a mámor, borban él a vígasság. Töltsd a tejet, töltsd a tejet!
sal, el repil messe sal. El gillo sciol sal. El repil messe sal, el repil messe sal. Messe sal, el repil messe sal, el repil messe sal. Tens a queire ti desborral, ix ne bondo e barotta bondal, victor unc no coldo cambio, iaior vinden has o pat. Verdo burbo nero va, az ágyba jutnod nem egyszerű, csak vigyázz, mert még az éjjel egy kis állatos komédiát láthatsz. Szépséges álmó! Hát menjünk! Majd reggel visszatérünk. Jó, és akkor a szép urat kívánunk. Az új házasok éjjelek, most csak kozottak, csak hogy elmentek már. Spiridione, most segíts levetkőzni, de gyorsan! Itt vagyok már! Ki az? Mint hogyha szólt volna a csengő. Talán megbolondultál, azt kell nekem most éppen. De ha szólnak, ki se bújjon az ágyból. Aki jönne, tőlem kap gyógyszert. Nem, mit képzelsz? Itt van az új rendelet! Figyelembe véve a számos balesetet elrendeltetik, hogy ének idején a gyógyszerész személyesen köteles gyógyszereit árusítani. A rendelet megsértői börtönnel büntettetnek. Remélem, hogy senki nem fog megzavarni. Hoztad gyorsan csipkés hálóingem és a házi kabátom. De ki jön? Jaj, az agyósom! Jövök, nem uram! Hol van? Hova lett Anni Bale? Itt vagyok, itt! Hát a más szoba kulcs. Várjon, várjon! Álljon meg ott a szemérem nevében! Így nem láthat meg engem! Már értem! Ide az asztalra teszem a kulcsot! És kora reggel jövök kelteni majd! Nem kell, hogy fáradjon! Fölkelek én magamtól! Hát akkor jó ég! Szerelmes kutér! Nos, hogy tetszem? Csodálatos, mint Cupido. Hálósipkában, házi kabátban. No, menj, bújj be az ágyba, mielőtt elindulnék, légy te is talpon. Majd ruhástul alszom. Jaj, miért viszket a bőröm? Éppen most, nyitom rögtön. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tessék, kérem! Je vous demande pardon de venir vous déranger. Mais quand nous souffre, voyez-vous, non, mon ami, je tiens la fièvre. Santé, tapé, touché. Bár értenék egy szót. Tisztelt uram, talán lenne szíves helyi nyelvünkön szólni. Bien, bien. Mondani úgy, és ön értelmezni majd. Je suis a beteg, és kell... Medikamentum. Talán jó lesz, ha panaszait elmondja, akkor tudom. Voici. Én volni a bálba. J'ai danszolni 3 óra. Ensuite, ó, be hőség van ott. Én ezért enni, úgy körülbelül 30-40 fagylalt a számban. C'est-à-dire sorbeton. Hogy föl nem fordult? És ettől lenni itt un embarras, ici dans l'estomac. És hogy megint en bon point legyek. Il me faut 5 ou 6 bouteilles de Malaga champagne au Porto, monsieur, prenez-les donc. Hogy az ördög, ez az úr engem kocsmárosnak tisztel, majd kimosom a gyomrát,
Várjon kérem itt rám, pillanat múlva egy remek bort fog kapni. Van valahol egy flaskó ihatatlan lőrém. Te buta patikus, lesz egy kis munkád, amikor visszajössz. Bár most a tréfa elején tartunk még csak, lesz majd itt nem ulas ma éjjel. De addig a szobád ajtaja elé toljuk a szekrényt, és a székeket az asztalra rakjuk. Csak azt szeretném látni, a nagy tudású férfi, hogy tájékozódik saját otthonában, de jön. Itt van a bor. Ki fújta el a gyertyát? Parisi, lenni egy nagy rosszul létem. J'aurais fait tomber, véletlenségből lökni la lumière. C'est égal, à présent nincs szükség de votre borocska. Merci, merci. Csak mutass az ajtó. Erre csak tessék. Megyek az ágyba. Én szintén. Azt te csak képzeled. Bonsoir. Égáljon. Semmi baj, meg se nyújtom már a gyertyát, és akár behunyt szemmel röpülök hitve semhez. Jaj, szegény porcelánom! Azt hittem pedig a szoba közepén járok, hogy jöttem akkor ide a sarokba. Ennyi! Hogy került ez a kulcs a szobám ajtajába, sehogy sem értem. No lám, tán elment az eszem, hogy a szekrényben keresem az ágyat. Tájékozódjunk! A kis szekrénytől balra volt az előbb az ajtó. Arrébb ment volna. Spiridion, Spiridion, te mamalasz! Már is horkol a disznó. Tudom, hát persze. Az asztalkára tettem még délután a foszforos gyufámat. Itt is van. Talán az ördög játszik velem. Sose láttam még ilyet. Itt járkálnak a bútorok. Spiridione alvajáró lett egész biztosan, és alvás közben takarítani kezdett a szobában. Csak türelem. Ó, ez a hét szentséges csengő. Ez a híres pisztákió kitűnő gyógyszertár. Úgy van, maga pisztákió az ki itt áll. Ó, pop. Pász. De félre udvariasság, már késő van, mit óhajt? Tudja meg, kérem, híres édekes vagyok, és holnap este fellépek a Cseggő című operában. Egy újdonság, de remek, és sajnos jól berekedtebb. Hallottabb, hogy a maga pirulái bétatszerűek légcsőhurut ellen. Ezért... Azonnal hozom is. Egy percre. Azt hiszem, jobb, ha tudja, bért reked be a torkom. De! Jöjjön le! Késő van! Hány az óra? Egy kicsit ráijesztek. Nézzük csak! 10 perccel múlt el 3. Az jó! Az nékem még nem késő. Sose szoktam 5 előtt lefeküdni. Drága uram! Jöjjön le! És hallgassa a történetet végig. De hogyha engem nem érdekel. Vagy leül, vagy reggelig, de megyek el. Megszerettem egy csalfa hölgyet, ő meg mással. Ilyen az élet, és nem szánja féltékes szívem, mert hogy ő kegyetlen lélek. Csak ilyen nappal járkál, választotja ablakánál, választotja ablakádát, választotja ablakát. Azt a bóra és a sirokkó úgy megfújja, hogy a lábán meg se áll. Azt a bóra és a sirokkó úgy megfújja, hogy a lábán meg se áll. Úgyhogy a lábán meg se áll, úgyhogy a lábán meg se áll, úgyhogy a lábán meg se áll.
érdi a véleményem, én a bajtól megkímélem. Nem fog fájni többé a szíve, s nem fog fázni kinn a szélben. De hát hagyja ott a hölgyet, vagy azonnal vegyen őr, mondom, hagyja ott a hölgyet, vagy azonnal vegyen őr. S úgy a szíve, mint a torka, egy-kettőre helyreáll, és úgy a szíve, mint a torka, úgy a szíve, mint a torka, egy-kettőre helyreáll, a torka rögtön helyreáll, a torka rögtön helyreáll, a torka rögtön helyreáll. És ha holnap kifütyülne? Ilyen hanggal föl nem sülhet, ilyen hanggal föl nem sülhet. És ha holnap kifütyülne? Ilyen hanggal föl nem sülhet, ilyen hanggal föl nem sülhet. Remek piruláim vannak. Hagyja gyorsan! Hagyja gyorsan! Hagyja gyorsan! Ide hé! Ide hé! Ide hé! Egynyelésre mind befalt a pár dögölne meg belé. Jó. Még jobb. Nagyszerű, nagyszerű. Fákát én leszállt az éjjel, nem süt még se holt, se csillag. Teljen el szíved a kéjjel, és a gondon Ádámra hívlak. Miért is alszol, ó illányikám, tudd meg nálam vár az ő. Meg nálam fázik. Nagy ég, elszöntek kérem, nagyon késő. Alszol, hanem álladjon el már, uram jó ét, mondom jó ét. Jaj, berekedtem újra. Egy porciót még kérek, egy porciót még kérek. Jaj, berekedtem újra. Egy porciót még kérek, rögtön adjon, rögtön adjon. Jó, de aztán békén hagyjon. Jó, jó, csak gyorsan. De aztán békén hagyjon. Gyorsan, 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 gyorsan. A torkom rendbe jött, elmegyek, elmegyek. Tessék, még egy adag. Nos, mit érez? Non plus ultra, szól a voce, ez remek, ez remek, ez remek. Jöjjön el holnap, legyen a testőn, aki hangon visszaszerezte, soha se hallott még ilyen trillát és ilyen kromatikus futamot. De ha most nem megy, hanem hogy békén, nem állok jót magamért a végén. Hol a furkós, hol a furkós, azt kell már látni. Te mutadallok, unom a dolgot, haragom, vissza nem tartom már. Haragom, haragom, vissza nem tartom már. Te mutadallok, unom a dolgot, haragom, nem is tartom vissza már. Te mutadallok, unom a dolgot, haragom, nem is tartom vissza már. Ott van az ajtó, meg a rajtó, ott van az ajtó. Lal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 
comer. Paragonat, paragonat, nem tartom, nem dobott van az ajtó most újhat. Engem, kérem, remélem holnap a közönségtől záp tojást fogsz kapni. Szerelem tündér szárnyán, Szerafina, hozzád szállok. Mi az újra? A kulcsjukba egy cédulát dugtak, olvassuk csak. Az ördög, Spiridion, Spiridion! Jaj, én, gyere! Gyere, ha mondom! Mit parancsol? Tán tudod, hogy ide az árba, hogy került ez a levél? Milyen levél? Ezt szót sem értek. A bútoraim miért mentek arrább? Nem tudom. Forog a fejem, azt se tudom, hol állok. De mondja. Hát figyelj, és reszkes velem együtt. Olvassa csak gyorsan. Az, kit oly súlyosan megsértett, bosszút áll ma éjjel. Ne feküdjön le, ha kedves az élete, egy jó akarója. Hát ehhez mit szólsz? Ehhez? Ki írta? Mit mondsz? Hát, két nagy szamár van itt. Te vagy az egyik, persze. A másik nem. Köszönöm. Aki ezt írta, az vendég volt a este. És aki eljön, hogy bosszút álljon. Hát az ki? Enrico. Hát persze, hogy Enrico. De vigyáznunk is kéne. De hogyan? Kitaláltam. Eredj ki gyorsan, és az ajtó előtt hajnalig őrködj, amíg... Őrködik a fele, és félig alszom, alászolgálja. Akkor mi lesz? Jó, van egy tervem. A petárdákból behoztam az este, most letesszük az ajtajához őket. És ha bosszú álló ráli, mind felrobbannak, felébredek, nagyot kiáltok, bejön az őrség, és elkapja a fickót. A salétromos eszed mindenit, ez ám a remek ötlet. No, akkor gyerünk! Ki az már megint? A kis ablakon keresztül kinézek. Csak egy öreg. Aki öreg, ne mászkáljon éjjel. Hogy mennyi itt a beteg, épp a legjobbkor kezd menni a boltom. Nyisd ki, hagyja legyünk gyorsan túl a dolgon. Gyógyszerész úr, kérem szépen, gyógyszerész úr, kérem szépen. Jézus Mária, mi baj van, kérem? Gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan, 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 nagyon gyorsan a receptet, amit hoztam, azonnal készítse el, azonnal készítse el, azonnal készítse el. Jó, de hol van? Itt nálam. Hadd lássam. Nem találom, nem találom. Hogy az ördög? Hogyha hagytam, minden nálam. Legyen, így hagyom. Hát csak menjen. Megtaláltam. Máma, éjjel szép kis várban. Pedig elmondom a feleségem panaszait mind. De a magasságos égre a receptet adja végre. Jó, ha tudja, és a gyógyszer elkészíti a szerint. De ha nem kell. Elkészíti, elkészíti a szerint. A szegény Anasztázia, aki miatt zavartam, a Szélávára sánta lett, mi forzogója, errepet, és ebbe baj is bántja. A tüdeje
se sincs rendben, már úgy fütyül, mint a kismadár. Egy dutornőt a derekán is takanat a karján, és ennyi bajtól aztán a közérzete rossz, a közérzete rossz. De azt mondja a doktor, hogy ez mindent rendbe hoz. Ez mindent rendbe hoz. Vigy levendula etetet, és öntsél hozzá lántejet, és kever hozzá rézizet, meg feneforos kéneget. De legyen benne szeges ír, meg büdös köves hamuzsit, meg kávéban főtt senna, így ényes vízi menta. Kell ezen felül ő bele a török szexű főzete, és Antónia balzsam, mely használ minden bajban. Ezt poharakba önti, és szépen rendbe önti, és felforralja lassan, mert másképp úgy párolok az Antónia balzsam. És vágja fel, de súlyra, és labdacsokba gyúrja. Ne hisz ez csupa folyadék! Ön labdacsokba gyúrja, hogy szegény Anasztázia, majd könnyen vegyebben. Miért labdacsok? Majd könnyen vegyebben. Csak mondja, hogy hányat, hogy kettőt, vagy ötöt, vagy tizet, vagy százat, vagy hányat vegyebben. De hogy csinálja a flattakot? És kell hozzá pangás enneli lágyi. Hogy pangás enneli lágyi? És hozzá Vénusz köd. Hát az meg mi az ördög? Meg kaskarilla héja, és pattövises mézga, és kapucínus füstölő, meg egyiptomi légyölő, és rubiánka libatok, és kenderpuka hagyma, és koriander magja. Nekem még bele lászpor, és inget vízben kámpor, meg kukaszolaj fekete, és kánisbandi sója, és kalapkórum gyökere, meg piros szélű sóska, és vasszegecses allama, és kolofáni gyanta, és kolofáni gyanta. Főze egy fiad, bíbita, mit képzel? Hogy bíbita egy pillola, de az meg csak a folyadék. Megjetek, megvárjatok, a többit várja meg. De mondom, hogy az folyadék. Tovább megyek. Vigy egy vék a páponya pempőt, ami már előre megfőtt. Mügelisztet, flólent lakkot, lapsza cseppet, kína makkot, lecke cukrot, lőre zsírral, némi kígyó hagyma írral, volt fel égtető kövésben, forralt új fent három ízben, még gájzott gejvált gálé, bécsileg fátlen magmálin, festő atracét is tettve, citrom ízű ígyvár cseppet, aztán macska tükke, pikke, csurrok szakú murva pikke, zengő bünka, kattipálma, ferenc forgál, kerti májba, medve, fű és ebnyel, blebele, kutya, bennyel, lipa, pipo. Rögtön vége! Lipa, pipo, gátát tetti, sárga, sima por, édes, hígfirinc és álkörmöc és hémér. De! Meg ábelmér, kapatórium, meg kandilla, paraton, tömtára, tintúra, ami kábít is, meg lágyít, minden fájdalmat elállít, aztán kell még hozzá. Még a topak, bazamolaj, hecsepet sem malacsana, iblasan és limonádi, kocsokányban levesztik, kompemetet, ürömmel valat, így majd holnap, 10 óra táján, mindezért én eljövök. Most aztán szólhat a csengő hajnalig, jöjjön aki akar, nem nyitom ki. Ez mi? Bolond vagyok, elfelejtettem a petárdákat. Hívom meg, itt van a dolgaj, őrség! Hogy csak én vagyok. Mi van? Ki volt itt? És itt magyarsan? Felkelt is? Hát itt mi történt? Semmi, egy kis zűrzavar, csak bújjatok még vissza, és én... A csengő! Enrico! Engedelmet, visszajött minden vendég! Signor Engel, ott búcsúzunk előtt, a lindegesünk is! De hogyan, kérem, hiszen csak nem régen volt, hogy én... Öltözzön már! Még néhány perc és a kocsi indul. Csak gyorsan, 6 óra lesz mindjárt. Ott látja az égbolt szürkül, minden ember felébredt. Drágám, másképp lesz aztán, ha visszatérek. Thank you.
mich hin, ma ihr Pullen, wie und ich mindig senkinek, nem, 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 nem.